Na, Lihó, sziasztok! Sziasztok! Egy ideje megint nem jelentkeztünk, viszont nagy örömötökre, örömünkre most újra összeültünk, hogy egy kis podcastet csináljunk, és rögtön egy jó hírrel kezdenénk, ez inkább nektek lesz pozitív, mint sem nekünk, bár együtt örülünk veletek majd, illetve a győztessel. Ugyanis egy kis nyereményjátékot hirdetünk, aminek Martin osztja meg a részleteit. Így van. A nyereményjátékot a játéksport szaküzlet támogatta, és egy Bulls Focus 2 táblát lehet nyerni, amiről amúgy készült is már termékbemutató videónk, és fenn van a csatornán, úgyhogy aki szeretné, az itt megtalálja a leírásban a linkjét. Igen, Martinnál egyébként ugyanilyen tábla van, szoktunk rá játszani, csak a legjobbakat tudom róla elmondani, de tényleg a videóra rákattintatok, akkor bővebben is részletekbe merülően megtudhatjátok, hogy mi is a nyereményjáték tárgya. Szerintem érdemes játszani, kitűnő Cizel versenytábla. Csak a kérdésre kell tudni a választ, illetve lépésről lépésre követni a szabályokat. Így van, a nyereményjáték pontosabban a játéksport.hu Facebook oldalán található, ez a poszt meg lesz osztva ugyanúgy a leírásban. A feladat nagyon egyszerű, egy kérdésre kell helyesen felelni, ami nem más, hogy kidobott először 9 nyilast televíziós mérkőzésen. Ennek természetesen utána lehet nézni az interneten, aki nem tudja, kicsit kulturálódjunk a dart sportágában, illetve ezen kívül még az adott Facebook posztot meg kell osztani, és ezt valamilyen formában jelezni kell a komment szekcióban a játéksport Facebook oldalán. A megfejtést a játék@játéksport.hu e-mail címre kell elküldeni, Dupla Bull Podcast témával tárgyal. Ez nagyon fontos, hogy pontos legyen a tárgy, a Facebook posztban úgyis látjátok majd, az a legegyszerűbb, ha kimásoljátok, hiszen utána a sorsolás az alapján lesz, illetve az alapján lesznek kiválasztva ezek az e-mailek, hogy a tárgy alapján lesz egy szűrés, így hogyha te rossz tárgyat adsz meg, hogy például nyereményjáték szimplán, akkor a válaszod nem lesz értékelhető. Nehezen bukjon az a tábla, szerintem, úgyhogy oda kell figyelni. Még egyszer a kérdést, hogy a kérdés, legyen. Hogy kidobott először 9 nyilas televíziós mérkőzésen. Minden információt a nyereményjátékkal kapcsolatban megtaláltok a leírásban is, illetve ott lesz a Facebook posztnak a linkje is, ahol ugyanígy le lesz írva minden, illetve ott tudjátok majd megosztani az adott posztot. Sok-sok szerencsét kívánok! Miről fogunk ma beszélgetni, Martin? Ma mindenképpen szó lesz a hétvégi Player Championship fordulókról, ezen kívül a Premier League-ről, természetesen az előző, illetve a következő fordulóról. Aztán meglátjuk, hogy még merre kanyarodik el a beszélgetés. Hát akkor lássunk is neki, ugyebár hétvégén is összecsaptak az említett Players Championship keretében, hetedik alkalommal idén. Hát akkor, hogy beszéltük, induljunk el a 16 közül, nem? Így van, hiszen ahogy tudnélik, hogy a Player Championshipben nagyon-nagyon-nagyon sokan elindulnak, és nagyon sok meccs van, és nem szeretnénk azzal húzni, illetve untatni titeket, hogy a legjobb 128-tól elkezdjük mondani az eredményeket, hiszen kicsit hosszadalmas lenne, illetve mindenképpen unalmas, viszont a 9 nyíl blogja természetesen csinált erről is egy hosszadalmasabb cikket, és aki jobban utána szeretne járni, az ott meg tudja nézni az információkat ezzel kapcsolatban. Így van. Nos, hogyha elindulunk itt a 16 között, akkor rögtön egy olyan meccset látunk, aminek szerintem sok honfitársunk örül, hiszen Bantinggal rengetegen szimpatizálnak. 6-4-re intézte el Peter Wright-hoz, aki így nem menetelt valami sokáig. Viszont Adrian Lewis is bejutott a 8 közé, tehát lehet reménykedni nála, hogy kievickél a gödörből vissza nagyok közé. Így van, ő ugye amúgy az első körben a Raymond van Barneveldet ütötte ki. Igen, igen, igen. Ez adott is erőt a továbbiakra, úgy tűnik. Ezek után Robert Thornton, az örök ideges öreg fiú, illetve Decván játszott egy nagyon szoros mérkőzéset, amin Decván tudott tovább jutni 5-6 arányban. Aztán Görni Hopp, a német játékos 6-4 arányban tudta felülmúlni az északírt. Meglepetés, Hopp jól játszott a European Touron is előző héten, vagy azelőtt már inkább. Úgyhogy igazából meglepetésnek nem mondanám, természetesen Görni Premier League játékos, de biztos egy élvezetes meccs volt. Igen, aztán megint egy nullázás következik, Kyle Anderson-t intézte el Smith egy 6-0-val.
Igen, Smith az újra brutál formában van, hiszen a Premier League-ben is azért volt, úgyis kitérünk majd a meccsre. Lesz miről beszélni. Illetve hát nem voltak még eredmények. Igen. Hát itt Joyce és Wilson csapott össze még, itt Wilson jutott tovább 6-4-es arányban, illetve Dobby Chisnell is nullázta Dobby mestert. Igen, Chizit is sokan szeretik, úgyhogy lehet örülni. Illetve a német Bulls képviseletében játszó Reyes és Henderson csaptak össze még, itt Henderson tudott tovább jutni 6-4-es arányban. Az öreg Hendo ellen nem lehet biztosra menni. Így van. Aztán elérkeztünk a negyed döntőkhöz. Egy Bunting Lewis összecsapás kerekedett ugye ki, amiből Lewis jött ki jobban 6-3 arányban, mint annó a legendás angol-magyar meccs. Úgyhogy igen, megint csak azt lehet pedzegetni, hogy hosszú távon mire lesz elég a formája. Aztán that's one hop. Hopp, egy meglepetés. Igen. Kétszer előni egy podcastbe, de jó. Itt igen, itt Vecán 6-5-re tudta legyőzni Hoppot, ezt én már inkább tartom meglepetésnek, mint Görniét. Igazából azt is hozzá kell tenni, hogy a Player Championship-be nem feltétlenül lehet mindig beszélni meglepetésekről, hiszen nem annyira presztízs mérkőzések, hiszen sokan el se indulnak Fangerren, ugye igen, megint nem igen. Indult el, többen nem indultak el ezen. Hát illetve annyit játszanak, hogy bármi kikerekedhet ott, tehát így van. Akár kifoghatóhat legben. Ezután Michael Smith és Wilson csapott össze, itt Smith ugyanúgy tovább tudott menni 6-4-es arányban. Chisnell, Henderson, Chisnell megint egy nagyon szép eredménnyel, 6-2-vel tudta legyőzni Hendersont. És el is érkeztünk az elődöntőkig. Így van, a legjobb négy közé bejutott Adrien Lewis, aki Dvecvánt kapta meg. Itt Adrien Lewis el tudott menetelni a döntőig, hiszen 6-3-ra legyőzte ellenfelét. Ellenfele pedig Michael Smith lett, hiszen ő pedig 6-5-ös arányban egy nagyon izgalmas meccsen győzte le Dave Chisnellt. Megmondom őszintén, nem néztem, de jó meccs lehetett, az biztos. Már csak az eredményből kiindulva is. Aztán jött a döntő, ami viszont egy elég sima eredményt hozott. Így van, Smith hozta megint a jó formáját, Premier League-ről átmentette, és 6-2 arányban Adrien Lewis legyőzte. Egy nagyon nagy pozitívum, hogy Adrien Lewis visszatér, hiszen hiába voltak a botrányai, hiába volt a gyenge teljesítmény, de azért minden darts kedveli a szíveményen szeretné, hogy Adrien Lewis visszajöjjön arra a szintre, amit ő tud. Igen, igen, igen. Nekem is hiányzik, nem vagyok igazán szimpatizánsa, de valahogy az ember ragaszkodik azokhoz az arcokhoz, akikhez hozzászokik az élmezőnyben, és azért Lewis, amikor csúcsformában játszott, akkor bárkinek méltó ellenfele volt, és győzelmi esélyekkel indult akárki ellen. Jó volt nézni az ő játékát, hát ott is igazából fejben volt egy kis kilengés szerintem az utóbbi időben, de bízunk benne, hogy vissza fog kanyarodni oda, ahová azért képességi alapján való. Szóval hát is ugrunk a vasárnapi eseményekre. Így van. Ugye ugyanúgy a legjobb 16 közül kezdjük el mondani az eredményeket. Igen. Az első mérkőzésen Van Barneveld kikapott Mark Webstertől 6-3-as arányban. Hát igen, Websterbe is mindig benne van az, hogy nagyon jól játszik, az, hogy nagyon rosszul. Most kijött neki a lépés, bár Neveldet elkapta, nem fog kardjába dőlni az öreg postás szerintem. Ahogy Widlock se, hiszen ő pedig 6-3-ra legyőzte Joyce-t. A következő mérkőzésen Wilson és Rob csapott össze. Itt egy szoros mérkőzésen Wilson 6-5-re tudott győzedelmeskedni. Aztán következett megint Adrien Lewis, aki 6-4-re intézte Brown-t, tehát negyed döntőbe bejutott a második napon is. Utána egy Jamie Lewis, az a Jamie Lewis, akit nagyon sokan megkedveltek a VB alatt. Igen, bizony. Illetve Gervin Price, aki pedig egy nagyon nagy lefele. Nagyon sokan nem kedveltek meg a Premier Liga alatt. Így van, viszont itt tovább tudott jutni a negyed döntőbe Price, hiszen 6-4-es arányba felülmúlt a Jamie Lewis-t. Hát igen, Jamie Lewis-ra is kíváncsi leszek, hogy hosszú távon mit fogunk tőle látni. Hát kicsit azért realitástól elrugaszkodva nagyon sokan már Premier League-be kiáltották a jó VB után, és való igaz, hogy csodálatosan játszott. Hát nagyon-nagyon tényleg érdekel, kíváncsi leszek, hogy mi lesz vele. Major tornákon azért tud villantani. Jövőre a világbajnokságon is meglátjuk majd, tehát fiatal ő még, tehát lehet Premier Liga játékos fixen az idő múlásával. Hoppá, itt egy elég érdekes eredménytor
ra csapott le a saját kalapácsa. Ne. Menzel 6-0-ra elintézte. Tortont. Azért arra már se kíváncsi lettem volna Torton reakcióira. Milyen jó kedvű lehetett a végén, nem? Így van. Aztán behoppolt hopp. Jó. Most már. Igen, 6-3 lett Pén javára, illetve Ácsinász, Álszínász. És egy 6-2-es győzelemmel abszolvált a 16 között. Vegyünk is akkor tovább a negyed döntőkre. Webster és Widlock összecsapásából az Ausztrál jött ki jobban, 6-3-as arányjal. Utána Wilson és Adrian Lewis csapott össze, Adrian Lewis megint tovább tudott menni 6-2-es arányban. Igen, tehát itt jelentetjük, hogy már második nap is az elődöntőig eljutott, sőt de... majd a továbbiakban. Igen, úgyhogy tartsatok velünk. Nehogy most kapcsoljatok el. Price Mansell. Mansell alakított megint egy nagyot, vagy Price kicsit, az is benne van, nem láttam a meccset, de Mansell továbbított 6-3-as arányban. Csak úgy, mint Payne. Így van, 6-5-es arányban Álcsinász ellen. És el is érkeztünk az elődöntőkig. Felsőágon Widlock csapott össze Adrian Lewis-szal, akiről már értekeztünk. Így van, Adrian Lewis egy gyönyörű 6-1-es eredménnyel abszolvált ezt a mérkőzést, ami nem kis szó a jelenlegi Premier Liga játékos ellen. Igen, azért ez így kemény, tehát most leteti újra a névjegyét, hogy még mindig tud ő, és ott van a helye. Alsóágon pedig egy... Jött a teljes meglepetés, hiszen... Két igaz, hogy inkább nem ez a meglepetés, nem ez az elődöntős eredmény, hiszen itt kettő az, gyengébb kaliberű játékos játszott, Mansell és Payne. A Mansellnek az eredménye inkább előtte voltak meglepetésszerűek, illetve utána, hiszen ha ránézünk a döntőre, akkor láthatjuk, hogy Adrian Lewis kapitulált. Így van, hiszen igaz, szoros meccsen. Mansell 6-4-re tudta legyőzni. Lewisnak nem volt szerencséje. Kettő döntő, kettő vereség, de hát van persze negatív oldala, hogy elvesztett kettő döntőt, de az meg teljesen pozitív, hogy eljutott kettő döntőbe. A kérdés, hogy hogy dolgozza fel ezt egy játékos. Hát igen, egyébként Mansell sem egy fiatal ember, tehát 44 éves, 93 óta játszik, egy balkezes playerről beszélünk, ír egyébként. Hát nem tudom, hogy ő most megvetheti-e így a lábát a nagyok között, vagy hogy is fogalmazzak, lehet, hogy csak nagyon későn érő típus. Hát azért a Player Championship eredményeket nem szabad annyira komolyan venni, hiszen ott sokszor, relatív sokszor jönnek ki olyan eredmények, amire nem számítan az ember. Többször mindenképpen, mint egy világbajnokságon mondjuk. Hát attól függetlenül ezért is érdemes nézni, mert simán borulhat a papírforma. Így van. Úgyhogy aki akar, jönnek érdemes lehet követni, hogy egy ilyen eredmény esetleg mennyire dobja meg rövid távon, hosszú távon a karriert, majd kiderül. Nos, akkor térjünk is át a szokásos Premier Ligára, viszont mielőtt úgy bővebben belekezdenénk, azért egy nagyon szomorú esetről meg kell emlékeznünk, ami az egész Dász társadalmat most beárnyékolja, illetve főképp a csütörtöki Premier Liga napot is. Eric Bristow haláláról van ugye bár szó, aki... Csütörtökön még Twitterre posztolt, teljesen jól érezte magát, látszólag dolgozott, ott volt a Premier Liga helyszínén, majd rosszul lett, bevitték a kórházba, és elhunyt. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon láttam őt élőben játszani, persze régi meccseket nézegettem vissza, de hát mindenki azokhoz tud kötődni, akik az ő generációjához tartoznak, akiken úgymond felnő, akiknek a játékát követi. Hát a Ravasz londoni nálam már csak a kora miatt is nem tartozott ebbe a kategóriába. Ettől függetlenül minden tisztelet megilleti. Egyike volt azoknak a játékosoknak, akik a PDC-t megalapították. Igaz, ott már nem tudott a csúcson játszani. Phil Taylornak olvastam el még régebben, hát most már jó pár éve a könyvét. Fú, a fene vigyel, hirtelen még a címe sem jut eszembe. Nagyon sok vicces sztori van egyébként Bristowról, aki felkarolta és gyakorlatilag menedzselte, de nagyon-nagyon keményen bánt vele. Hát egy korszakos alak, mit fűznél hozzá más, Martin? Hát igen, szóval szerintem aki szereti a dárcot, ő nem tud úgy tekinteni rá, még a fiatalabb korosztályból sem, akik tényleg nem láthatták annyi meccsét, viszont mindenképpen aki benne van a dárc világában hallott róla, az nem tud úgy tekinteni rá, hogy
hogy rossz szemmel egyszerűen. Nélküle semmiképpen sem lenne ott a sportág, mint ahol most van. Amiket te is elmondtál, ezen kívül Phil Taylor miatt is, hiszen nagy valószínűséggel, ha Eric nincsen, akkor Phil Taylor se tudja elérni azt a szintet, amin ő éveken keresztül játszott. Szóval kellett, ugye ő 10 000 fonttal támogatta, kölcsön adott neki 10 000 fontot. Vissza is kérte, igen. Igen. Igen, érdemes elolvasni tényleg Taylor könyvét, erőpróba közben beugrott a címe is. Vicces, érdekes sztorik vannak, és tényleg nem tudunk hozzátenni, mint hogy nagyon sajnáljuk. Nyilván egyébként például Angliában jobban porondon volt a mai napig, tehát ő szakkommentátorként tevékenykedett az utolsó években, rendszeresen játszott ugye gála meccseket. Én azt mondom, hogy mindenki, aki esetleg 5-6 x éve követi a dartsot, és nem annyira tud róla, néhány meccsét nézze meg, kicsit járjon utána, mert egy korszakos alak és megkerülhetetlen egyéniség a sportágnak. És mindenképp egy óriási tragédia, szóval tényleg ott majd kitérünk úgyis, hogy Peter Wright meccsén lehetett észrevenni, ugye akkor derült ki előtte. Igen. Peter Wright játszott az utolsó mérkőzést, ott lett kiírva, kirakva, hogy elhunyt. Ugye ő előtte még ott volt, bemutató meccset is játszott, azt hiszem, és ott lett rosszul. Igen, látta is az összes játékos, hogy kicipelték a backstage-ből, szóval... mikor már rosszul volt. És akkor, amikor vége lett Peter Wright-ék meccsének, akkor Wright sírva ment le a színpadról. Tényleg nagyon megható volt az is, illetve a szurkolók. Szóval az valamilyen brutális volt, amit ott leműveltek a nézők, a szurkolók. Nagyon megható volt ott az egész sztori, az egész jelenet. Igen, aki nem látta, annak vissza kell néznie. Viszont egy kicsit kitörjünk a letargiából, térjünk át a meccsekre. Azt mondom, hogy Whitlock Price összecsapással kezdődött. Ne arra, hogy nem nagyon akarok hozzáfűzni semmit. Jaj, most néztem, most ugye szerda van amúgy, hogy megint tudjátok az időpontokat, ugye már majdnem egy hete volt a Premier League, és annyira nem ugrott be, hírtam, hogy mi történt ezen a Whitlock Price meccsen. Bár csak ne is ugrott volna be, mi? És így közben így néztem az eredményt, még mindig semmi. És néztem az átlagokat, és akkor igen, most a kiszállózás nem írja, de itt rá, a továbbiakra, akkor azt is írni fogja. Igen, ugye a játék, vagy a játéksport, a Sport TV közvetítői vége. Már ez a mániád. A Sport TV közvetítői vége, ezen viccelődtek a továbbiakban, hogy Whitlock behozta ezt a kiszálló betegséget, hiszen nem tudom, volt egy, amikor nem is tudom hány nyilat dobott el arra fránya duplára, és hát meg is lehet nézni, hiszen a kiszálló százaléka Whitlocknak 23%. Viszont Price könyörtelen volt. És Price 16%-kal még alá tudott menni, ami nagyon-nagyon durva, hogy Whitlock egy 23%-os kiszállóval és egy 81-es, 82-es átlaggal 7-3-ra tudta legyőzni Price-ot. És ez viszont most hiába Price-nak lényegtelen meccs volt, pont hogy felszabadultan tudott volna játszani. Persze. És ha egy ilyen mérkőzésen, ahol az ellenfele ilyen gyengén játszik, ha ezt a mérkőzést tudja megnyerni, akkor még tényleg az van, hogy nincs itt a helye, és kell neki egy év pihenő, hogy össze tudja magát szedni annyira fejbe, mert hogy ő odament, és az záró meccsen egy 77-es átlagot dobott le, az olyan brutális. Szóval tényleg elmész egy Magyar Liga fordulóra, és látsz 77-es átlagokat. Hogyne. Hát most nem akarok hülyét csinálni magamból, hogy az otthoni dobálást hasonlítgassam a... Hát persze, most ha a Balázs átlagához hozzádobunk 40-et, az övé is megvan 76-os. Nem kell. Most a kiszállatokat mondjuk, hogy basszus, 6-ból egyet azért mi is megdobunk szerintem átlagban. Lehet, hogy valamikor eltökörünk rajta 10-et, lehet, hogy valamikor elsőre jön. Van, amikor 60-at, de ettől függetlenül. De ez katasztrófa, tehát 17% a kiszállózni, ez rémes. Az átlag megint olyan, hogy most ez a 76, tehát konkrétan a stabilan dobálod a szektort, mint aki 4-5 éve dárcozik. Igen, azt azért hozzátenném, hogy én nem tudom, hogy ők, ugye mondtad, hogy látta az összes játékos, amikor kivitték, nem tudom, hogy mikor vitték őt el, Eriket. Uh-huh. Hogy ők akkor tudtak-e már valamit, vagy csak annyit, hogy rosszul lett, és ez esetleg mennyire hathatott ki rájuk. Fene tudja. Szóval azért ez érdekes, mert azt nem tudom, hogy mikor lett rosszul, mikor lett elvíve, mikor jöttek meg az első hírek. Mármint azt mi tudjuk, hogy mi mikor kaptuk meg az első híreket, azt nem tudjuk, hogy a játékosok mikor kapták meg, szóval egyértelmű, hogy valószínűleg előbb tudták az információkat, mint mi. Úgyhogy azért ez is kérdéses, hogy vajon tudtak-e már ott valamit, vagy akár csak annyit, hogy rosszul lett, és ezt hatott-e ki ennyire a formájukra,
vagy egyszerűen egy ilyen brutális Judgment Night, hogy is nevezték, Medard volt is a kommentátor, nem tudom, mindegy. Nem jut eszembe valamilyen angolos, aranyos szóval, ami hasonlít a Judgmentra is, hogy a kínzás éjszakája, de nem jut eszembe pontosan, melyik szót használták. Lényegtelen, körülírtam gyönyörűen, és na, ebben mindenki nagyon, tudni igen. fogja, hogy mire gondoltam. Hát illetve megint, amiről már szemtelenszor beszéltünk, hogy elviekben hiába független a te játékod a másikétól, azt se kéne nézned, hogy mit dob csak magaddal törődni, és mégis itt is látod, szarul játszik az egyik, nem jönnek a kiszállók, és egyszerűen húzza magával le a másik játékost, illetve jó esetben föl. Hát itt most nem ez. Hát igen, ehhez viszont jól ott kell lenni fejben. Szóval ezt lehet abszolválni ügyesen, mind negatív, mind pozitív irányba. Úgy értem, hogy tudsz menni felé, hogyha nagyon jó átlagokat dobál, akkor tudsz vele menni. Viszont azt is abszolválni kell tudni ilyenkor, meg kell tudnod oldani, hogy nem szabad azon, vagy még alá dobálnod. Igen. Szóval ilyen nincsen. Hogyha valaki megadja azt az esélyt neked egy profi szintű játékosnak, hogy ő nagyon gyengén dobál magához képest, és te tudod, és tud bőven többet Price, akkor neki muszáj fölé mennie. Szóval ez persze így van, biztos... hogy valamilyen szinten magával húzza, viszont ezen felül kellett volna kerekednie. Igen. Ilyen, ezen a szinten igen. mindenképpen. De biztos, hogy te is most a mi kis szintünkön is észrevetted, hogy nem találjuk még a szektort, akkor a másik is kínlódik. Elkezdenek jönni a triplák, találgatjuk, akkor azért az ellenfél is másikunk is elkezdi dobálni. Így van, persze, ezen szóval a van benne ebbe igazság. Székely Pali erre mondta, nyilván ez inkább egy elméletben működő tézis, hogy ő az ellenfele első 9 nyilát nem is figyeli, és nem tudja, mit dobott. Mert hogyha hátsó pályáról, hogy mondtad, tehát hogyha te dobsz egy 9 nyilast, akkor teljesen mindegy, hogy mit dobott az ellenfeled. Hogyha hátsó pályán van, és ő dob egy 9 nyilast, akkor se tudsz vele mit csinálni, akármit dobtál addig a 280-at, akkor sem, mert kiszállt. Tehát, hogy az első 9 nyílig oda sem néz, próbálja magát elfüggetleníteni. Vicc nélkül én ezt, amikor otthon egyedül játszom robot ellen, én ugyanezt csináltam. Engem még az is összezavart, arra ránéztem, hogy a gép mit adott ki a robotnak pontszámot. Inkább oda sem néztem, csak dobáltam, aztán amikor odaértem kiszálló felé, hogy akkor mire is kéne, vagy hogy kéne kerekítenem, vagy rá kéne dobnom, vagy van-e még köröm, akkor kezdtem el figyelni, addig nem. De látszik, igen, a profiknél is, hogy sokszor inkább kényszerisznek egy kortyot, meg elfordulnak, főleg sorsdöntő pillanatban nem lesik. Igen, szóval nem az van, hogy úgy figyelik árgus szemekkel, hogy megdobja a duplát, nem dobja meg a duplát, meg lesz. Jó, vannak olyanok, akik oda mennek, még kölkcsélnek is egyet. Balázs kedvence. Én imádom. Nem a sportszerűtlen viselkedését, hanem amúgy a karaktert. Viszont ha már itt tartunk, hogy mondtad ezt a robot elleni játékot, nyugodtan beteggelheted a témát alulra, külön is, mert akartam róla beszélni. Láttam, hogy a csoportban benne vagy, webkamdárcozni szoktál? Nem szoktam. Benn vagyok a csoportban, de még nem játszottam. Ugye, én most raktam fel a... Hát most raktam nincs fel. Nincs webkamerám igazából. Figyelj, amúgy 2-3 ezer forintos ja, használt tudom, a legvacskabb. Ismersz, milyen vagyok, hogy lusta vagyok lemenni. Persze, boldog. Vagy a telefont rákötöd, azon is olyan alkalmazás. Hát most már úgy játszogatok egy hete, igaz, még csak ilyen barátságos, kihívós meccseket. De egy rövid véleményt mondok. Hát egyrészt az, hogy bocsánat, kurva jó. Tehát körülbelül így az élményt, azt a fele útra helyezném el, a robot ellen játszok, és az élő ember ellen személyesen játszok közé, de inkább utóbbi felé húzva. Tehát úgy néz ki az egész rendszer, nyugodtan, aki hallgatja esetleg, játszik magába, fel is vázolom, hogy mi ez. Tehát egy online weboldal, www.webcamdarts.hu.com domin alatt érhető el. Annyi a lényeg, hogy ráállítod a webkamerádat a tábládra. Nyilván te otthon játszol más is, webkamerás kapcsolat van, te a másik tábláját látod nagyban, az ellenfeled a tiedet, egy szoftverbe írod a pontokat, tehát egy ilyen kis eredményjelzőt alkotott. Annyira mást, amíg bele magam vannak bajnokságok, rangsoroló meccsek, hasonlók, igazából csak kihívogattam. Bekötöd a kamerát, beállítod a gépet, ebbe a lobbyba, tehát ebbe a halból várod a meccset, látod, hogy kinek milyen az átlaga. Engem az érdekelne, hogy mennyi időt kell várni egy meccsre? Állj, mindjárt mondom azt is, oké. Okay. És ami a szépség a dolognak, ott látod az átlagokat, és azt mondom neked, hogy ugye minden meccs dupla kiszálló 35-től, nem viccelek, 90-ig. Tehát gyakorlatilag ott pont olvasom egy cikket, hogy volt egy norvég országos bajnok dárcos, aki 9 kilós dobott rajta, tehát ilyen karakterektől... Volt, hogy nem is, most nem a norvégre, én is olvasom egy ilyen sztorit, hogy
ő viszont egy nagyobb név, szóval így játszik PDC versenyeken, aha, ilyenek, és hogy lehet BDO-ba, a lényeg, hogy egy komoly, és igen, és volt, hogy összekerültek vele, és ott ugye van ilyen full statisztika kirakva, mármint én is csak onnantól, hogy láttam a képet, igen. És hogy így ilyen brutális, hogy annyi 180, mint amennyi 20-as nem dobsz egész életedben, szóval meg hát az átlagok, a kiszállózás, és akkor itt ott így összekerültek vele, és kösz. És meg elképesztően szenzációs, hogy 35-től 90-ig mindenféle embert kihívhatsz. És kihívtad az összes 35-öset, azért kellett sokat várni a meccsekre. Nem, amúgy körülbelül így majdnem igazad van, 35-től 50-ig preferáltam. 35-től 36 között, 37 ritkán belefér. Na, egyszer kaptam a pofámba egy 70-es átlagot, vagy 75-öst. Egyébként itt is működött a tézis, felhúzott magából, tök jól dobtam, tehát 50 fölött, attól függetlenül kikaptam tök simán. Hát, hogy mennyit kell játszani, ez úgy működik alapból, aki be van jelentkezve, az kétféle állapotot adhat meg. Az egyik, hogy aktív is, tehát barátságos meccsre kihívhatod, zöld kis pont jelzi, vagy inaktív, aki hát nem tudom, a saját barátaival akar játszani bajnokságot, tehát azért, hogy nem veled szándékozik. Hát most igazából, hogy este felmész, tehát ilyen főműsor idős időpontokban, akkor azért bővelkedik emberekbe. Tehát most az időben annyira ránézel, 38-as átlag, van ott egy gomb, play, darts, kihívod, vársz, visszaigazolja, ez lehet 5 perc, lehet 1 perc, lehet, hogy azonnal rányom, hogy játsszál. Akkor aki kívta, az adja meg a mérkőzés adatait, tehát hány legre, hány szetre, meg ki kezd. Igazából ennyi a történet, én ilyen best of 5-6-ot szoktam játszani, tehát nincsen túl bonyolítva az egész. És abbronnantól rögtön megjelenik a kép és dobáltok, de nagyon jó. Most ilyen, hogy ilyen erőltetett beszélgetés, ilyesmi nincsen. Ja, tudod, illetve kedvesen köszönsz, minden jó meccset, angolul bemondod az eredményt, tehát aki esetleg nem beszéli jól a nyelvet, annak se kell aggódni. És megy a játék, nagyon élvezetes, izgalmas. Volt egy szép bullos kiszállóm, jó pár nagy vereség. De tényleg ki kell próbálni, főleg, hogy ebben a csoportban, tehát itt magyarok külön csináltak egy bajnokságot. Igen. Majd a következőn elindulunk, ha végeznek, nem tudom, hogy áll, hogy alakul, vagy hogy megy. Csoportban látom, hogy azért brutális átlagokat dobnak néhányan, tehát ilyen 70-től felfelé simán. De hát az egyik, hogy azért magyarok is bőven jelen vannak ebben a kis webcam dárcos társadalomban. És teljesen üdvözlendő dolog. Bennem van még kételj felmerült esetleg, most nem magamból kiindulva, hogy csalás felmerülhet-e. De aztán rájöttem, hogy egyrészt mindenki nagyon... Igen, erről beszéltünk is amúgy. Igen, de mindenki nagyon becsületes volt. Egyrésztről, aki dárcozik, szóval úgy, hogy már legalább játszott egy órát, és ugye a Balázs olyan csalásra gondol, hogy mondjuk közelebb állsz. Igen. Aki megszokja azt a dobó távolságot, és nem arról beszél, hogy egy vagy két centivel közelebb állsz, hanem mert logikusan nem segítene rajtad, sőt, lehet, hogy még az 1-2 cm is számít negatív értelembe a dobásodra, viszont tényleg odaállsz fél méterrel közelebb, Balázs meg is próbáltam úgy, igen, és így nem talált szektort. Táblát azt eltalált, a szektort nem is talált, és jó, persze meg lehet szokni, de én is úgy gondolom, hogy aki csaljon, igazából most magát járatja le, ha kisederül, akkor is igazából az saját lelki nyomora, viszont nagyon kétlem, ha van is ilyen, akkor 1000-ből egy, mert tényleg aki már dárcozott, az nem fog arra rágyúrni otthon, hogy ő most átszokjon egy fél méteres dobótávolságra, és hogy azt ő onnan tudjon dobálni, meg nem is nagyon kivitelezhető. Persze, a másik meg, hogy volt, hogy annan játszottam, hogy esetleg gyengébb minőségű volt a webkamera, vagy az internet volt lassabb, teljesen mindegy, az olyan, hogy a kép kicsit fátyolosabb volt. És most nem tudtam megítélni, ott volt 3 nyíl a tripla busz környékén, de mondom magamban, most kaptam a pofámba megint egy 180-at, vagy 140-et, és jött, hogy 60. De tényleg fel sem merült senkiben, hogy most milliméterre dróton ül, vagy ilyesmi, hogy bemondja. Tehát nagyon korrekt volt nekem a közeg, tök nemzetközi. Játszottam amerikaival, hollanddal, sok némettel, angollal, olaszsal, spanyollal, úgyhogy tényleg minden koreaival, úgyhogy minden van nagyon vegyes felvágott, tök jó, próbáljátok ki, aztán majd illetve játszunk egyet. Ennek a webcam dartsnak van egy olyasmi verziója is, ez nem konkrétan a webcam darts verzió, csak egy hasonló program, ami ugyanígy online tudsz mások ellen játszani, akár ismerősök ellen, akár idegenek ellen, annyi a különbség, hogy nincsen webkamera. Ez ugye annyiból rossz, hogy nem látod, hogy ténylegesen mit dob, ott ténylegesen lehet csalni, akár le se kell dobni. Viszont akinek nincsen webkamerája és szeretne játszani,
Az egy simán megoldható. Akár csak ismerősöddel, aki messzebb lakik, vagy csak nem akartok átmenni egymáshoz. Persze, akkor a simán a kapcsolat, így van, akkor így van úgy. nélkül. Meg persze biztosan kifoghatsz olyanokat, akik nem kezdenek el ellenek csalni. Ha meg el is kezdenek, akkor vedd úgy, hogy mintha egy robot ellen játssz, aki magas szintre van állítva. Ha a Max dobálja ellened a 9 nyilasokat, úgy 10 körön keresztül, akkor átmész egy másik ellenfélhez. Igen, ez 1-2000 forint egy használt webkamera vagy telefont rákötni, meg lehet hozni, úgyhogy játszom mindenki. Na, haladjunk tovább? Illene. Barney Smith. Nekem a hát kedvencem volt a... Brutális. Egyszerűen. Kedvencem volt a csütörtöki játéknapon. Nekem is. Nincsenek rá szavak, szóval az átlag nem is az a nagyon brutális, 103. Elvizet. Gyönyörű. Vannak nála nagyobbak, de nem tudnak. Viszont a kiszálló, szóval 87,5%. Az azt jelenti, hogy egyet hibázott, azt is 170-es kiszállóra dobott búrra. Hihetetlen egyszerűen, szóval 87%-os kiszálló. Barney alapjárata nem dobált rosszul, a kiszállókat elrontotta, ő amúgy 5-ször rádobott kiszállóra, és egyszer nem talált el. Az a vicc egy szoros meccs lehetett volna. Ha így van, az lehetett volna, az átlaga se volt olyan rossz, 96-97, 180-asakból esett 2-2, igazából hasonlók voltak a dobások, ha megnézzük, viszont tényleg az a kiszálló, az ellen nagyon nehéz. Ha gyengébb átlagot is produkálsz ilyen kiszálló ellen, vagy hát ilyen kiszálló dobsz, akkor nagyon kevesen fejben van. Fejben nagyon ott volt Smith, meg önbizalomban, maga biztosságban. Ez... Van, és ugye ezt megkoronázta utána a Player Championship-ben, hiszen az egyiket megnyerte. Úgyhogy jó formában Smith mindenképpen. Hát várjuk, hogy mi lesz a későbbiekben. Anderson Cross egy szoros összecsapásban hozott Rob Cross sikert, 5-7-es arányban, mit szólsz hozzá, nem voltak egekben az átlagok? Nem, most 92-es átlagot dobott Cross, 96-7-es, ja, itt van közben, 95-ös, 95-96-os dobott Anderson. Viszont amúgy egy izgalmas meccs volt, ugye már sokszor kibeszélt, hogy az átlagok nem mérvadó. Hát igen, nem picit rosszabban nyert Cross, úgyhogy. Így van, kiszállózás átlagos volt, 40% körül dobott Cross, 30% körül dobott Anderson. 180-asakból esett 8 darab a meccsen, ami az már nem rossz, sőt, örülnék, ha egy meccsen 880-as esnek közöttünk. Attól függ, milyen hosszú meccsen egy. Ezerlegesen már elképzelhető, hogy akadna pár, ha nem fáradunk el. És úgy is persze, nem fáradnak szerinted. Igen, szóval Rob Cross folytatta menetelését, 7-5-re győzött, és ezzel... Ja, bocsánat, pont kikapott az előzőbe Görnitől, de összességében jó formában van, tehát most az utóbbi időben maga biztos, és a harmadik helyen áll Fangerven és Smith mögött. Még ugye Anderson az ötödik. Lépjünk tovább, szerintem újfent. Sujovic Gerven. Hát ez is az talán egy ezt nagyon pontosan jó. Tippeltük? Fangervenre tippeltük, hogy pontosan, azt nem, viszont ez a meccs, ez tényleg brutális. Ott ugye Sujovicnak kellett volna egy győzelem, vagy legalább egy döntetlen, ahhoz, hogy esélye legyen bennmaradni a Premier League-ben, hiszen csak utána játszott Peter Wright, aki így a másik netces helyzet. Ott ugye Price meg mindenképpen kiesett egyértelműen, akármit játszott, de ugye kiskapott. Igen. És ez volt az a meccs, hogy Sujovic nagyon jól kezdett. Oké, most itt a végén 95-ös átlag lett, de azt azért hozzá kell tenni, hogy Fangeren olyan szinten játszott, hogy ugye most megnézzük, 106-os átlagot dobott, ami hát, azért brutális. És úgy brutális. Dobott 106-os átlagot, hogy nem kiszállózott a maga szintjén jól. Nem, szóval 30%-on még... dobott, igen. Ami persze egy átlagos, de ő tud sokkal jobban. És ami még nagyon durva, hogy 10-180-osat dobott, mi egyedül. 1740 plusz. Igen, eddig ezzel rekordot is döntöttek amúgy a Premier League-ben, eddig 11 darab 180-as volt a legtöbb, ami egy mérkőzésen esett. Na most ez Fangerben majdnem egyedül megdöntötte, hiszen ő 10-et dobott. Azért kellett de hozzá, így van, így kellett hozzá, 13-at dobtak összesen. Szóval brutálisan játszott Fangeren tényleg. Pedig, és tényleg jól kezdett Sujovic, jól dobált, jól jöttek. Egyszerűen egy ilyen 106-os átlag ellen nem tudott mit kezdeni. Hiszen így van, az elején egyből elvesztette a kezdését, viszont igen, nagyon jó fordított, akkor hozta a sajátját, hozta Gerven a sajátját, utána megint elvesztett egy kezdést, és jött az a tipikus Gerven dara, amit már sokszor megemlítettünk, és tényleg hihetetlenül játszott, nagyon brutális mérkőzés. Ott sajnáltam is Sujovicot, hiszen tényleg jól játszott, nem volt vele hiba, nem volt benne probléma, de Fangervent ilyen meccsen nagyon nehéz, és darált, nagyon ritka, hogy valaki is megveri egy ilyen darált mérkőzésen, amikor ennyire érzi.
És a záró meccs, igen. Igen, egy nagyon emocionális összecsapás volt. Mérkőzés jó volt, kiegyenlített volt, megérdemel döntetlen hát volt. Azért Rijknak ez kardinális volt ez az egy pont, hogy lesz-e valami, vagy nem lesz kiesés ellen menekült, ugye? Nem. Nem, ő utolsó mérkőzést játszott a szóval. Eldőlt, hogy Sujovic nem szerzett pontot. Ilyen szempontból mindegy volt. Szóval ő nem esetett volna ki. Ja persze, a végén igen, ott ő nem esetett volna ki ezen a meccsen. 180-on volt itt is sok, hiszen 9 darab esett. Kiszállózás az 50% volt Görnek, ami elég jó, illetve 35%-os Peter Wright-nak. Az átlagok is jók voltak, 98-99. Jó meccs volt, igen, és hát ugye ez a mérkőzés volt az, amikor ugye hát ki lett hirdetve csúnya szóval, hogy ki lett vetítve, hogy Erik elhunyt, illetve tényleg akkor kezdtek rá a szurkolók, és éltették ezt vissza egész kell meccsen, nézni, és utána is brutális igen. volt Wright-nak a végén a rájtam, hogy tényleg egy brutálisan emocionális személyiség, szóval óriási. Nem lehet szavakba mondani egyszerűen. Én is megkönnyeztem, nagyon durva volt. Barátném azt se tudta, hogy mi van, ő ott feküdt mellettem. Mondtad neki, hogy rádöbbentél, mennyire szer. Jó, nem csak ebből viccel, de... Nem, végén még meghallja, ha visszahallgatja. Nem, viccelek, nem hallgatja vissza. Enyém sem. Lehet visszafordítva komolyra a szót, igen. Nagyon nehéz lehetett így játszani, hogy frissen tudták meg a tragédiának a hírét. Viszont egy nagyon jó és színvonalas meccset hoztak a közönségnek Erik emlékére. Végig fej-fej mellett haladtak nagyon, egyébként. Igen, nagyon sok break volt. Szóval az elejétől kezdve ugye break. Igen, utána hoztak kettőt, vagy hát egy-egy sajátot, utána megint break. Úgyhogy tényleg egy izgalmas meccs volt, szóval sok break esett. Végig fej-fej mellett haladtak tényleg. Aztán volt egy ilyen tézis Medárdék részéről, hogy vajon előre megbeszélt volt-e valamilyen szinten legalábbis, hogy ugye milyen lelki állapotban vannak, hogy játszanak egy jót, hozzanak el egy-egy pontot. Szerintem most ilyet nem tudsz megbeszélni. Tehát most hogy csinálsz? Dobsz a duplára és a drótra ülteted egy milliméterrel direkt kívülre. Tehát ilyen nem létezik ilyen. Nem, el lehet csalni meccset, el lehet dobálni a duplára. Vegyük Whitlock Price meccset, szóval dobálhattak volna ők is úgy kiszállóra, de nem ilyen átlagok mellett, nem ilyen kiszállók mellett. Ezt egyébként jó vitát vetettél fel, mert Facebookon szerintem pont a fanklub tudna erről mesélni, és nagyon elegük van, hogy mindig megy ez a csalás kiáltás, a meglepetés születik meg a tipmix huszároknak az értekezése. De szerintem mondjuk egy fociban, kosárlabdában jobban tudsz palástolni egy hibát, vagy eljátszani egy hibát, mint dartsban, mert most az, hogy te megdobsz egy kiszállót, az pont akkora nehézséget okoz, mint hogy tényleg odaültesd a drótra milliméterre, hogy ne csattanjon bele véletlenül, tehát nehéz. El lehet csalni meccset, és ugye olyan szinten, hogy azért valószínű, hogy van egy látszata, nem feltétlen, szóval azért tényleg vannak olyan profik ezek a játékosok, hogy csak kicsivel fölé dobálják, vagy teljesen fölé dobálják, de nem ilyen szinten szerintem, szóval például vannak olyanok, hogy például csoportmérkőzésekes kisebb versenyeken, tényleg kisebb, szóval én itt ilyen országos szintre gondolok, nem feltétlen Magyarországra, más országokra is kivetítve, tényleg kicsi versenyek, amatőr versenyek, ahol van az, hogy megnézik, hogy áll a csoport, jó, akkor én ezt a meccset elvesztem, és ellene kerülök össze például ágrajzilag. Ez se igazából úgymond csalás, lehet annak is venni, taktikázás, lényegtelen, hogy most hogyan említjük meg, de ettől függetlenül ezen a szinten nem hiszem, hogy ez ennyire, sőt, szerintem sem ennyire nem megy ez. Viszont most ilyen rákeresek, de szerintem még nem volt így bunda botránya dartsban, igaz? Ugye azért nem hogy ami ki is derült volna, azért van, labdarúgásba, de ott labdarúgásba hullottak fejek. Könnyen, így van, mert könnyen kiderülhet. Nagyon sok résztvevője van egy bunda botránynak ott. Mintha csak játékosokat nézünk, mintha egy bírót nézünk, megbízókat, nagyon sok személyben. Nem objektív annyira, így van, így van. Illetve, hát igen, ugye a darts az azért jön, mert személyes sport, egyéni sport, úgymond bírói beleszólás sincsen, van, amikor például beszéltünk még jóval ezelőtt egy valamelyik podcastben a Fangerben esetről, lehet nem is beszéltünk róla, amikor kiesett a Nyila és
az ellenfelének a nyila kiesett, igen, és beleszámolták. Lehet nem fejtegettünk itt róla véleményt, hogy volt. Szerintem, hogy még a szabályon se voltak igazán tisztában. Nagy vitákat folytattam erről. Van tényleg szökévent egy ilyen, hogy éppen a bírónak kell beleszólni, és nem úgy van, ahogy lehet, hogy lennie kellene. Viszont ugye egy futballmeccsen például a bíró teljes mértékben tudja befolyásolni a mérkőzést. És akkor futballmeccs, de vegyünk akkor egy birkót. Egy boxot. Ugye... Még szubjektívebb. Hát ez teljesen, szóval ugye most hogy kicsit kitérünk a többi sportágra, hogy a boxot azt mondja most le is akarják venni az olimpiai kínálatról, hisz pont emiatt, hogy birkonás ugyanez volt az olimpián is, hogy olyan szinten el tudják csalni a meccseket. Most itt is a mi városunkban, nem nevezem meg név szerint, van egy nagyon jó boxoló, őnek is volt egy olyan meccse, amit amúgy nem is értettem, Romániában volt, nem Romániában, Ádám. Magyarország, Ádám, lehet Magyarország, valahol volt egy bajnokság, Európa verseny. Európa bajnok boxoló. Igen, és ott játszott egy román játékos ellen amúgy, és román bíró volt. Én ezt alapból nem tudtam felfogni, szóval ilyen nincsen a fociban sem, hogyha egy orosz csapat játszik, vagy orosz válogatott, nem kerül oda orosz bíró, szóval ez tök evidens, mert nem tudsz egyszerűen szubjektív lenni. Vagy delegálj mindkét ezer emberből egy tud szubjektív lenni, mondjuk a saját hazája ellen, de lehet, hogy keveset, vagy sokat mondtam. Szóval és ott is az volt, hogy igazából mindenki egyértelműen látta, hogy itt ez simán Ádám győzelem, aztán mégis a másiknak a keze került fel. Úgyhogy azért a többi sportágban jobban elcsolhatók, mindenképpen a mérkőzések mind játékosok szempontjából, mind bíró szempontjából főleg, azért a dartsban jóval nehezebb. Ott max tényleg annyi, hogy akkor megbeszélitek amatőr szinten, hogy igen. Figyelj, te így állsz a csoportban, én így állok, nekem ez lenne jó, neked ez lenne jó, játsszuk le így a meccset, és lejátszátok, és nem tűnik fel, hogy hoppá, a Balázs az most nem dobta meg azt az 50-es átlagot, hanem 40-es átlagon dobált, meg vagy 30-ason. Itt van valami. Igen, szóval más. Hát figyelj meg, persze most... De mondom, ezt se nevezném annyira csalásnak, ez is persze emberfüggő, hogy ki hogy nézi. Stratégia. Meg ha nézzünk, veszünk alapul egy komoly játékos, most akár a dárs sportágában, most hosszú távon a karriered szempontjából érdek az, hogy csaj. Tehát egyszer buksz le, és az egész karriernek lőttek. Most dárs sportfogadásban is nem gondolom, hogy annyira hatalmas összegek mozognának, mint mondjuk egy labdarúgásban. Tehát most az, hogy felteszi Pistik az 1000-10000, legfeljebb 20000 forintját, és akkor mondja, hogy elcsalták, nem. Tehát most egy ilyen kaliberű játékosnak pénzügyileg sokkal több veszíteni valója van hosszú távon egy ilyen botrány megkockáztatásával. Szerintem egy ilyen nagy Premier League világbajnokság nem nevezhető semmi sem bundának, és valószínűleg nem is vállalná be senki. Persze. Viszont például, ha megnézzünk egy Player Championship-et, amit amúgy nagyon kevesen is néznek, mert PDC közvetíti, például Bet 365-ön tudod nézni, hogyha van befizetve összeget, az ugye nagyon sok meccset közvetítenek online, de amúgy TV nem közvetíti, szóval nagyon nem tudod hol nézni, nagyon kevesen nézik emiatt. Igen, nem ugye nézők nem. Sincsenek. Nézők Magyarországról, legyünk őszintén, hány ember nézheti úgy fixen? Nem 20. Sokan. Ugye nézők sincsenek alapjáraton. És ott például simán lehet az, hogy most nem is egy akkora presztízs, oda kerül egy kisebb játékos, esetleg van egy olyan, azt mondja egy kínai kis emberke, hogy figyelj, én fizetek neked ennyit, mert én ezt a meccset viszont meg fogom rakni ennyivel, és akkor bukd el a mérkőzés, senkinek nem fog feltűnni. Ja, akár, csak tudod, az ellenfél egyszer szóljon, vagy jelezzel. Persze, tudod, hát kap az ellenfél is, de szóval ezek persze megint csak belegondolások, szóval aztán részletesen nem vagyunk benne a bunda dolgokban, nem tudunk semmi konkrétat, csak feltevések, hogy azon a szinten egy középkategóriában, hogy nevezzük, lényegtelen, benne lehet. Premier League szinten biztos, fél amatőr. Szóval tényleg, amikor oda kerül, amikor nézzük itt az eredményeket, a Player Championship, és van két olyan játékos, amikor így vakarjuk a fejünket, hogy igen, ő. és most van két ilyen névtelen játékos, mindkettőre van egy 90-es szorzó, tegyük fel. Igazán nem kell nagyon elcsalni, mert tényleg kap ez ennyit, az annyit, és az úriember megteszi annyival az adott győzelmet. Most figyelj, ha már témánál vagyunk, akkor be kell ismernem valamit. Még a Böki verseny előtt, amikor az első körben kiejtettél, te egy ilyen nyakkendős öltönyös úr megkeresett, hogy nem kéne nyernem. Cserébe egy szebb összeget hazavihettem, hogy ne haragudjatok, kiakadtunk most. Ja, szóval tényleg komolyan szumázzuk a dolgot, nem kell szerintem ezzel foglalkozni, meg rémeket gyártani.
Ugorjunk a jövő hétre. Ugorjunk. Jobb is, nem? Na, kezdő összecsapás. Bárni. Görni. Mit mondasz? Őszintén nem is nézegettem meg, hogy milyen meccsek lesznek. Menjünk egy kicsit a tabellára, azt akkor beszéljük át, hogy akkor hogy is volt. Ugye kiesett Gervin Price utolsóként, illetve Sujovic 9-én. Sujovicot olyan szinten sajnálom, hogy ő azért nem játszott rosszul, és benne semmelyik, meccs, volt, és semmelyik meccsen se jött ki neki úgy. Egyszerűen nagyon jó átlagokat dobált mindig, és semmelyik meccsen jött úgy ki neki, hogy kellett volna. Mint például ez most, azzal a játékkal, hogy ő neki indult, és hogy tudott volna játszani, bárkit megvert volna a mezőnyben. De Fán Gerven ellen került össze ezen a sorsdöntő mérkőzésen. Egyszerűen nem volt szerencsés, és kell a szerencse, minden sportban kell a szerencse, nem volt egyáltalán szerencséje ebbe. Ilyen szempontból sajnálom. Én őszinte leszek most veled, nagyon kedvelem Wrightot, de ha az igazságosság döntene a sportban, jobban megérdemelte már pedig nem az dönt, akkor most igen, Sujovic lenne bent, és Wright nem. Sujovicnak nem voltak olyan, hogy 80-as átlagot dobott. Nem, teljesen jól játszott. Itt, aki tényleg megérdemelte volna, az Peter Wright. Oké, hogy egyszer legyőzte Van Gervent, volt jó meccse neki is, viszont neki ott voltak azok a meccsek, amik tényleg botrányosak. Hát most is megnézzük ott az eredményeket, 3 vereség és 2 döntetlen van a neve mellett az elmúlt 5 mérkőzésen, ami tényleg brutál. És hát azért ettől függetlenül még benne van bőven a pakliban, és azért nagy is rá az eső, hogy ki is fog akár esni a következő judgment, ahogy mondhatjuk, ugye majd amikor a 4 jut tovább majd, és 4 ember kiesik. Viszont egy alsóházi rangadó lesz a meccsünk is, tehát a Barnevelt Görni összecsapás, Görni egyetlen pontocskával. Így van, ugye Görni a végére össze tudta magát szedni, és feljött egy középmezőnybe, alsóházi középmezőny, ami azért nem rossz, már 9 pontot begyűjtött. Az elején ugye ő sok döntetlent játszott, utána 2 győzelmet begyűjtött a zsinórban. Döntetlen, győzelem, győzelem, döntetlen, igazából nem is kapott ki sokszor. Szóval ő a döntetleneket mindig hozta. Körülnek 2 veresége van. 2 veresége van, így van. Ha megnézzük, Smithnek is van 2 veresége. Szóval Görni az mindig okosan a döntetlenekre játszott, mert hozzáteszem, azokra van a legnagyobb szorzó. És ha már itt a bunda dolgoknál vagyunk, én úgy érzem, hogy Görni azért ezt nagyon, nagyon sokat rakott a sok döntetlen. Kiegészítette a fizetést, igen. Viccet félretéve, tényleg egy alsóházi rangadó lesz, kardinális. Én azt mondom, hogy Görni ezt most be fogja húzni, és egy 7-5, 7-4 szoros meccs lesz. Érdekes, hiszen Barney a hétvégi Player Championship-be se nyújtott maradandót. Görnire meg nem is emlékszem, hogy mit nyújtott, viszont mindenképpen Görni jobb formában van jelenleg. Ugye, hát Barney kapott egy hetet Smith-től, illetve előtte Gerven ellen játszott, ott 2 hétre kapott ki, jó, persze Gerven ellen igazán semmi sem mérvadó, ha azt nézzük. Persze. Nem tudom, én azt mondom, hogy ő hozza a formáját Görni, és ezért 6-6. Figyelj, legyen igazad az. Én azt mondom, hogy 6-6, szerintem nem fog kikapni Barney. Jó formában Görni, viszont én Barneyt ennyire nem becsülném le. 6-6 szerintem. Igen, én azt mondom, mérkőzés. Neked legyen így. Az már rossz, mert nem lesz. Anderson Wright. Hát, és akkor Wright-ot megint, kielemeztük. Megint. Kielemeztük. Ugye Anderson itt totálisan az ötödik középen. Helyezett, Anderson ötödik helyen áll, Peter Wright 8. helyen, utolsó helyen. Hát ez megint egy érdekes összecsapás lesz mindenképpen. Hát figyelj, szerintem itt... 12-ös kót. Én azt mondom, minden meccs egy külön világ, ebben most egy igen, ilyen 6-6-ot belevizionálok. Nagyon nehéz, ugye Cross ellen kikapott Anderson, előtte Sujovicot verte, ugye előtte meg Whitlockot, döntetlenek is voltak. Nagyon nehéz, mert Peter Wright azért itt a hétvégéken közben összekapta magát, voltak nagyon rossz meccsei, jó meccsei is voltak. Én szerintem, nem tudom, hogy mikor fog kilábalni a Premier League-ben a gödörből Peter Wright. Hát, ezen filózom, hogy vajon, ez tényleg, ez kiki meccs. Én azt mondom, lehet Anderson is, lehet döntetlen is, lehet Peter Wright, de nem tudok egyszerűen mit és mondani. És Anderson rá. Sincs csúcsformában igazából, enyhén szólva. Tehát egy döntetlent megvizionálok neked. Jó, és én azt mondom, hogy most adok egy esélyt Peter Wright-nak, és gond szerintem váltani fog egy ilyen olyannyira, amivel nyerni fog. De egy nagyon szoros mérkőzésen, szóval mondtam, ez most tényleg csak egy tipp, hogy akkor valakire rábökjek. 7-5-ös mérkőzésen. Ha lenne most még egy harmadik podcast társadalom. De jó szorzom Wright-ra. Mennyi? 2,55. Házat, kocsit? Nem. Nem. Na, Whitlock
Pantgerven. Hát szerintem egyértelmű. Vitlak nagyon rossz formát nyújtotta a Premier League. Nem releváns. Pantgervennél mindig ilyen szorzók vannak. Ha bármilyen lejátszik, nagyjából még akkor is. Szóval Pantgerven brutál formában van. Vitlak ahhoz képest előző meccsen nagyon rosszul játszott, hiába nyerte meg azt a mérkőzést, de szóval tényleg az egy amatőr szint. És az utóbbi időben is nagyon erősen kezdett Vitlak, de nem tudta ezt átmenteni. Úgyhogy szerintem ez egyértelműen Pantgerven siker lesz. Pantgerven 7-2. Nagyjából igen. Egy nullázás megnézve. Viszont ez egy csemege itt, amit most igen, kinagyítok itt a képernyőn. Cross is jó formában van. Ilyen második, is harmadik helyezett. Nem tudom, nagyon jó formában Smith. Ugye Cross sincsen rossz formában egyáltalán, hiszen jó átlagokat dobált. Legarányt nézik pont egyenlőségnél, igaz? Elsőként. Hogy ez egymás ellen is? Szerintem a legarányt. Pont erről beszéltek a Sport TV-n az előző. Azt tudom, hogy nézik, több mert dolgot vesznek figyelembe győz, sorba, akkor ugye pont egy de azt hiszem a legarányt nézik elsőnek, igen. Hát, hogyha a legarányt nézik, akkor az esélyes, hogy Smith marad a második helyen. Ugye egy kirobbanó formában van. Nagyon jó meccs lesz szerintem, és nagyon-nagyon remélem. 7-5 Smith. 7-5 Cross. És lesz egy 6-6. Én azt is aláírnám. Ez megint szóval bármi benne van, mert tényleg Smith is jó formában játszik, Cross is nagyon jó. Igen, Smith brutálisan kezdett. Biztos érdekes meccs lesz. Ettől függetlenül belefutatunk természetesen egy 7-2-be bárki arányára. Ez most figyelj, ez a 7 legig tartó dolog, ez olyan, hogy szerintem most kicsit túlzok, mert nyilván nem kapná meg Gervent, de bárki bárkit megfoghat, aki várja egy ilyen... Tehát aki egy 90-es átlagot fixen tud hozni, ott bármi lehet egy meccsen. Annyira kevés az a 7 leg. Tehát most ha megnézel akár egy világbajnoki döntőtől tényleg szettek sokasága, azon belül legek. Tehát az apró hullámvölgyek sem mutatkoznak úgy meg, mert lehet, hogy kikapsz háromszor zsinórba, és akkor vesztettél egy szettet. Így van. Nem az, hogy beoszthatatlan hátrányba kerültél. Igen, igen. Itt annyira pillanatnyi forma, nüansz. Lehet, hogy éppen az első kiszállót kidobod, ráérzel, végig jól játszol. Itt az viszont, első elszenvedsz rá, egy hiba az végzetes lehet. Ott meg tényleg, ahogy mondod, a világbajnokságon van esélyed javítani. Ez a fontos. Itt egy hiba végzetes lehet, mert nagyon kevés ez a hétleg. Nagyon, nagyon. Jó, menjünk is tovább. Igen, Barney Wright. Az utolsó mérkőzés. Ugye nem hagytuk. Igen, nem hagytunk ki, Barney Wright lesz. Igen, ugye már egyel kevesebb mérkőzést játszik. Igen, azért tévesztett meg egy hát pillanatra. Meg egy kiesési rangadó, vagy hát kiesési. Igazi. Azért ezt se gondoltuk volna, hogy... Nem. 7.-8. helyen állnak. Barneynak 8 pontja van. Ryan hát azt nézdem azért meg, hogyha minden Barney szája íze szerint alakulna, akkor azért ő ott egy nagyot ugorhatna, tehát nagyon sűrű, ugye Ryan-nak van egy 6 pontja. Várjál, szóval nem, ugyanannyi meccset játszanak, mert van, aki kétszer játszik ilyenkor, nem? Igen, azért most összezavarodtam, ugye Wright-ról már az előbb beszéltünk, és nem értettem, hogy... Igen, meg ugye Barneyról is beszéltünk, Gurney ellen. Igen, szóval ugye ők a kettő duplázóink, Barney, illetve Wright. Hát ugye, ezt akkor tudnánk jól megtippelni, amikor lement az első két meccsük. Igen. Annyiból előnyöse... Itt mindkettő nagyon-nagyon mélyre süllyedhet, vagy hát akármelyik. Mindkettő nem, azért pontot fognak szerezni, a fordulóban az biztos valamelyikük. Viszont nagyon nagyot ugorhatnak, tehát itt akár ha Wright is... Balázsit megadja nektek a háttérzajt a székekkel. Bocsánat. Tehát itt, ha Wright esetleg úgy alakulna, hogy kifog egy jó napot, behúz két meccset, 10 ponttal áll. Tehát gyakorlatilag Vidlokkal pont egyenlőségben. Ugyanez Barneynál, ha feltételezzük, harmadik hely környékére ugrik, harmadik, negyedik hely. Igen, izgalmas igaz, lesz. Igaz, hogy nem meccs egyenlőségben, teszem hozzá gyorsan, attól függetlenül lélektanilag az adhat, hogy oda? Persze, mindenképpen. Hát most két győzelmet behúzol, főleg egy éjszaka alatt, az mindenképpen megnyom lélektanilag. Nem tudom, annyira kiki meccs az összes, egyszerűen a Wittlock-Germanen kívül, igen. Hogy az elsőre rágyőzelmet tippeltem, ugye? Meg úgy emlékszem, igen. Adtam bizalmat, akkor most Barneynak adok bizalmat. 7-5 Barney. Nagyon diplomatikusan tippelsz. Így van, hogy most tudod, mert bármival is azért jobban vagyok Wright-tal, és most nagy valamit megharagudjon, jobba. Aztán felhív, hogy figyelj, többet nem nézem meg a Dupla Bull podcastet. Ennyit nem ér meg. Ilyenkor okosan kell mindkét szál felé közelíteni. Szerintem egy ponttal igazán egyikük se lesz elégedett, de azt mondom, hogy 6-6. Nem fognak bírni egymással ott. Ott alul. Kíváncsi leszek.
Ja, szóval azért most sokkal okosabbak leszünk már csütörtök este. És ez megint mindig majdnem így van holnap, általában, igen. A meccsek után... Nem, hogy ugye összességében ezt... is, tehát most egy tisztulni igen. fog azért a tabella, mert sűrűsödik a most program, eszembe és közeledünk jutott, a... Hogy ugye tegnap játszották a Bajnokok Ligája, kicsit foci Bajnokok Ligája, Barcelona, egy Róma, AS Roma, Barcelona negyed döntő visszavágóját, és ugye a Róma felhozta és továbbított. 3-0-ra nyertek, ami kellett nekik a továbbításhoz, és kérdezték az egyik csoportban, vagy valamilyen portálon, Facebookon, hogy erre mekkora szorzó volt. Valaki írt a 101-es. Egy 20-as megért volna egy 20 000-es. Ja, utólag. És így hát így mondom, egy 20-as, ne vicce. Így utólag, hogy tudom az eredményt, a házat rátettem volna. Szóval így ilyeneken így néha elsávadok. És így az a vicc, hogy nem poénból gondolják ezek az emberek, tudod, amikor ránézést, tudod, hogy ők ezt komolyan gondolt, hogy egy 20-as megért volna. Mondja, hát az... 200 forintot nem rakott volna rá. De azt meséltem neked, mikor Averon még a Leicestert megrakta a harmadik, negyedik forduló igen. után. Pongrász Levi Sopronból, szia. Ő nagyon nagyot kaszált, óriási. Tehát és a megemlítésért ilyen... természetesen kérjük a szokásos a támogatást. Igen. Hogy mert hát most ugye beindítjuk a Tipmix tanácsadói karrierjét. 1000 forint per hónap, és nem azt csináljuk, hogy a tuti tippekkel a mi pénzünkön szarrá keressük magunkat, hanem inkább beszedünk egy 1000-est, és kiírjuk nektek. Így van. Ez az mi üzleti modellünk is. Jaj. Ez is most volt a sport. Nézted amúgy, vagy visszanézted a meccset? Megmondom őszintén, hogy ilyen, tehát ezt a bő összefoglalót néztem, hogy be a legkisebb helyzet is. Annyira, hogy foci elé már ritkán ülök le. Foci, na most azért kérdezem, dartsot. Ja, dartsot mondod, ja, darts, azt néztem. Azt én úgy szoktam csinálni. Ja, focit én sem néztem, utolsó 20 percet néztem. Ja, dartsot én úgy szoktam csinálni, például egy Premier Ligát. Ugye elkezdődik olyan 8 óra, 10 perckor. És mindig a 8.40, 8.50-kor nyomom be, hát ilyen UPC-s visszanézésbe, igen, tudod. Igen, igen. És szépen pont átugrálom a reklámokat, és mire az élőadásnak vége van, a reklámok átugrálásával én is utolírem a meccset. Tehát általában az utolsót azt már élőben ja, követem is így. Most, azt hiszem a mostaniban volt az, hogy ilyen vicces sportfogadó is csinálták, hogy leírták, hogy a Sport TV oldalán mindig van egy ilyen poszt, ahol lehet kérdezni, így van, és akkor ott akkor megkérdezték, hogy akkor írjátok le, hogy szerintetek kidob több 180-as. És akkor ugye jött is a Gurney Wright meccsen volt, azt hiszem ez, hogy Gurney dob majd több, arra szavaztak többen, és akkor ez jött, akkor mostantól ez így lesz, hogy a többség szavazata dönt. Hát szép dolog ez a sportfogadás, az biztos, csak sokba kerül. Ja, úgyhogy igazából ennyi volt a Premier Liga. Beszélgettünk a webcam dartsról, megemlékeztünk Eric Bristowról, nyereményjátékot hirdettünk, mindent le fogunk írni, úgyhogy erre figyeljetek. Premier Ligát kiveséztük, múlt hetet, a következő fordulót, Players Championshipről beszéltünk, úgyhogy és hát játszottak velünk mindenképpen a nyereményjátékban, hiszen mégiscsak egy felső kategóriás táblát nyerhettek, ami nem rossz, hiszen most én is ezt használom otthon, és teljesen meg vagyok vele elégedve. Tábla. Nagyon jó tábla. Úgyhogy... Én viszont, amin elcsodálkoztam, ugye a Van Eyck-t használom, elégedettnek nagyon elégedett is vagyok vele, és ugye elhoztam tőled ezt a falvédőt, igen. És basszus, nem jó rá. Nem rá, rá nem. Se? Mert... És utólag olvastam utána az, és hoztam vissza. A Van Eyck-nek is rossz kisebb lók. Tehát nem... A Vimma ugyanilyen, a Blade-ot. Komolyan? Így van, az összes többi táblára jó, és a Vimmaunak meg ezek hát, szerint a Blade érdek, a Gladiátornak, de Gladiátor nem is látom, hogy ennyire ráfeküdtek volna amúgy a falvédő. Vagy hogy egyáltalán van-e falvédő? A honlapjukon néztem, ott talán láttam, de mert egy én magyar falvédőzásban nem nagyon. Szóval azért, nem nagyon... Úgy, mert persze logikus, hogy ez az érdek, hogy az ő falvédőjüket vedd meg. Persze. Most nekem az jutott eszembe, viszont hogyha... amúgy erről nem nagyon, szóval ezek el vannak így, például én még annó egy... rendeltem egy oldalról a táblámat, a Blade 5-öt, és ott például sehol se volt leírva, minden az szabvány tábla. Igen, az, igen. És még talán szabványtáblák, csak és, a szélük. És még egyszerre is rendeltem, hozzáteszem a falvédőmmel, és egy szót nem szóltak, hogy ez amúgy nem lesz hozzá jobb. Lógott alul neked is? Így van, vagy ja. Felül. De... Hát felül nem tud, ha csak... Minden megoldható, Balázs. van az a meccs előtti sörmennyiség. Van, hogy felfelé lóg. Na jól van, nem is húzzuk tovább, még egyszer ismétlem magam nyereményjátékra. Nézzetek rá, nem egy nagy ördöngőség szerintem megfejteni játszatok velünk. Illetve hát azért az sem másodlagos, hogy
vigyétek, osszátok jó hírünket, főleg akkor, hogyha tetszik az adás, de akkor is, hogyha nem. És ha nem, akkor miként mindig elmondjuk, írjátok le, hogy miért, mit változtatnátok, miről hallanátok szívesen. Hát magunk részéről ennyi, érintettünk mindent, úgyhogy jó szurkolást a Premier Ligához, előre is kellemes hétvégét, találkozunk hamarosan, sziasztok! Sziasztok!